orvosi konferencia, influenza járvány térségünkben, sajtótájékoztató Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 7-én 18 óra 5 perckor. A Kátai Gábor Kórház hagyományteremtő szándékkal orvosok, gyógyszerészek és szakdolgozók részére is akkreditált tudományos szakmai napot rendezett a nagykunsági orvosi szakmai napok néven pénteken a Városháza dísztermében légúti körképek témakörében. A konferenciára több mint 100-an érkeztek a nagykunság települései mellett az ország számos más városából is. A szakmai napokat dr. Svéda Szabolcs István orvosigazgató nyitotta meg, s mint elhangzott, a témája a légúti kórképek igen aktuális. A konferencián szeretnék bemutatni a Kátai Gábor Kórházban történt változásokat, szakterületeket. Szerettük volna a Kátai Gábor Kórházban a tudományos életet reaktiválni. Egy olyan kongresszusnak, orvosszakmai napnak a tervezését kezdtük el közel egy évvel ezelőtt, melynek a témájának légúti kórképeket választottunk. Ez igen aktuális. Szeretnénk a kongresszus és a szakmai nap segítségével bemutatni a Kátai Gábor Kórházban történt változásokat. Szeretnénk, hogyha a kollégáinkat megismernék, és alapvető célkitűzésünk, hogy az alapellátással újra szoros kapcsolatot építsünk ki, hiszen egy térségben dolgozunk a betegekért. Alapvető cél, hogy az alapellátással újra szoros kapcsolatot építsenek ki, hiszen egy térségben dolgoznak a betegekért. A rendezvény akkreditált pontszerző tanfolyam. A rendezvényünket széleskörűen tudtuk akkreditálni, köszönhetően az interdisziplináris, tehát több szakma által megközelített kórképpel kapcsolatosan. Orvosokon kívül gyógyszerészeket és szakdolgozókat is akkreditáltunk, pontszerző tanfolyamot szerveztünk nekik, és a térség kollégái voltak első körben természetesen azok, akiket szerettünk volna itt látni, viszont az elmúlt napok legnagyobb meglepetésére egész Kelet-Magyarországról jelentkeztek látogatók, akik érdeklődnek a tudományos nap után. Gyöngyös, Ózd, Kazincbarcika, Kisvárda, Kecskemét és sorolhatnám tovább a városokat, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Dobos László polgármester házigazdaként köszöntötte a megjelenteket. Ez az első kísérlet itt, amit én nagy örömmel vettem, és teljes mellszélességgel támogattam természetesen, hiszen minden olyan rendezvény, ami a városunk hírnevét valamiben is öregbíti, azt kötelesség támogatni, és jó érzéssel teszem ezt, és nagyon remélem, hogy ennek lesz folytatása. Bár szakmai rendezvényről van szó, én a város egyik vezetőjeként azt tudnám javasolni, hogyha van egy pici kis szabadidejük a konferencia befejezése után, tessenek szétnézni városunkban, hiszen mégiscsak a nagykunság fővárosáról van szó, és sok mindenről híresek vagyunk. Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke arról szólt, hogy a maga lehetőségei keretein belül a közgyűlés az egészségügyel sokat foglalkozik, szűrővizsgálatokat finanszíroz megyénkben, ami előrébb viszi a lakosság egészségét. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöksége leginkább talán Kovács Sándor elnök úr munkásságának köszönhetően nagyon sokat foglalkozott a maga lehetőségeinek keretein belül az egészségügyel. Döntően preventív ügyeket vállaltunk fel, elsősorban a megelőzés terén szűrővizsgálatokat finanszíroz most már jó néhány ciklus óta a szerény lehetőségei mentén a megyei közgyűlés. Nem csak Jász-Nagykun-Szolnok megyében, hanem a határon túli magyarságot érintően is Kovászna megyében, Máramaros megyében és számtalan olyan lehetőséget próbáltunk ennek keretében megragadni, amely előrébb viheti a Szolnok megyei lakosságnak az egészségügyi helyzetét érintő javulást. Ez a mai nap is ilyen, így nagy örömmel vállalta föl elnök úr a mai rendezvénynek a védnökségét, és kérem engedjék meg, hogy az üdvözletét ezúton is tolmácsoljam. F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője szerint már sokkal régebben is lehetett volna ilyen szakmai nap Karcagon, hiszen minden nap foglalkozunk az egészséggel, ha kinyitjuk az újságokat,
Bekapcsoljuk a televíziót, rádiót, valamint egészségügyel kapcsolatos problémákkal foglalkozunk, de kevésbé foglalkoznak az egészségügyben dolgozókkal, akiknek ez a hivatás nem csak egy szakma, hanem egy tudomány is. Minden nap foglalkozunk az egészségügyel. Ha kinyitjuk az újságokat, bekapcsoljuk a televíziót, rádiót, minden nap valamilyen hír foglalkozik az egészségügyel. Foglalkozik a gondokkal, foglalkozik a problémákkal, foglalkozik most egy világméretű járvánnyal, foglalkozik nagyon sok mindennel, de kevésbé foglalkozik az egészségügyben dolgozókkal. Mert az egészségügy az nem csak egy hivatás, nem csak egy szakma, hanem egy tudomány. És régen is tudomány volt, amit tudós emberek műveltek. Tudós emberek, és nem csak egy holt tudomány, nem minősítve akár más tudományágakat, nem ógörög költészettel foglalkoztak, hanem egy olyan tudományággal, amely a mindennapjainkat érinti. Egy olyan tudománnyal, amely életről, halálról, egészségről és betegségről dönt. És itt, ahogy körbenéztem, vannak néhányan olyan egészségügyi szakemberek, akiknek már a diplomáján kicsit régebben megszáradt a tinta. Ők vissza tudnak arra emlékezni, hogy mit is változott ez a tudomány, az egészségtudomány, akár az elmúlt 10, 20, 30 vagy akár 40 évben. Mennyire változtak a módszerek, mennyire változtak az eszközök, mennyire változtak a körülmények. És nem 10, 20, 30 év alatt változnak, hanem napról napra. Dr. Suba László, AEKK regionális igazgatója szerint a karcagi kórház most már nem csak orvos szakmailag, gazdaságilag jó, hanem tudományos központtá is kezd válni, ami nagyon komoly fegyvertény. Nagyné László Erzsébet, a kórház főigazgatója megköszönte mindenkinek a munkáját, aki a konferencia szervezésében részt vett, és előadóknak, akik vállalták, hogy a mai napon prezentációt tartanak. Nagy-nagy öröm volt számomra, és nagy lehetőséget láttam benne, amikor orvosigazgató úr jelezte, hogy szeretne egy ilyen rendezvényt szervezni. Nyilván ezt egyedül nem volt módja, és ahogy a köszöntőjében ő elmondta, vagy felvezetőjében elmondta, nagyon sok kollégám, kolléganőm segített ebben ennek a rendezvénynek az előkészítésében. És hát a legelső az volt, hogy akkreditált legyen ez a mai továbbképzésünk. Az akkreditáció ugye az orvosokon kívül, és elnézést, hogy kívül, a gyógyszerészeket és a szakdolgozókat is érintette, és nagyon nagy öröm volt, amikor megtudtuk, hogy igen, jelentős pontszámot lehet elérni a mai eredményes tesztírást követően azoknak, akik regisztráltak erre a rendezvényünkre. A köszöntők után a városi vonós négyes adott műsort, majd kezdetét vette a konferencia. Továbbra is emelkedik az influenza-szerű megbetegedések száma Jászlóskun-Szolnok megyében. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései szerint 935-en fordultak orvoshoz Jászlóskun-Szolnok megyében influenza-szerű tünetekkel 2020 5. hetében, az azt megelőző héten 824 fő volt a betegszám. A betegek 27%-a 15 éven aluli, 34%-a 15-34 év közötti, 25%-a 35-59 év közötti és 14%-a 60 éven felüli. A megbetegedések számának emelkedése miatt a Jászlóskun-Szolnok megyei Hetényi Géza kórházrendelőintézet és a Jászberényi Szent Erzsébet kórház valamennyi osztályán látogatási tilalom érvényes. A helyi sajtó számára tartott tájékoztatást a Paks 2 projektről Süli János. A beruházásért felelős miniszter elmondta, hogy a Paks 2 ZRT várhatóan június 30-áig nyújtja be a létesítési engedély iránti kérelmet. A miniszter vázolta a térségfejlesztési program aktuális feladatait is. A sajtótájékoztatón a média és a város és a térség lakosságát F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte. A paksi blokkoknak az az egyik fő jellemző vonása, hogy semmilyen normál és üzemzori helyzetbe a környezetét nem terheletti,
semmilyen kibocsátás nem következhet be, tehát semmilyen szituációban lakosság intézkedésre nem kerülhet sor. Az engedélyezés során a környezetvédelmi engedély az egyik legfontosabb engedélyük, az jogerősen még miniszter úrék közreműködésével szereztük meg, akkor a közmeghallgatás mind Magyarországon, mind 7 országban hajtottunk végre, azt hiszem 9 városba, mert ugye Romániában 2 várossal többe, tehát nem csak Bukarestbe, hanem Nagyváradon és akkor Temesváron, de Ausztriába hajtottunk, Németországba, Szlovénia, Horvátország, Ukrajna, akik bejelentették igényüket, hogy szeretnék azt, hogy mi tájékoztassuk az ottani környezetvédelmi hivatalt, hatóságot, ki hol, kinél hol van ez a szerep, és hogy ezeket a közmeghallgatásokat Ausztriában és Németországban és minden környező országban olyan zárójegyzőkönyvekkel sikerült abszolválni, hogy minden ország kimondta, hogy őket érintő hatást nem tudott megállapodni. Ez egy fontos dolog. A karcagi származású Kovács Pál államtitkár hangsúlyozta, az atomerőmű építés legkomplexebb engedélyezési eljárásában is jelentős előrehaladás történt. Az orosz fél 2019. októberére átadta a műszaki dokumentációt, amelyek birtokában jelenleg is zajlik az engedélykérelem előkészítése. Nem csak a fejlett országokban, de a most fejlődő és talán a környezetében változtatást elérni akaró országoknak is szükségük van. Tehát nem véletlen, hogy energiáért, mert a gazdaságnak a hajtóereje, egy komoly verseny van az országok között, komoly verseny van nemzetközi szinten, és ebben a versenyben mi 40 éves tapasztalattal, üzemeltetési tapasztalattal indulunk neki akkor, amikor atomerőművet, új atomerőművet építünk, és nagyon szerencsések vagyunk, amikor ez a technológia Magyarországon már meghonosodott a 70-es évek óta, ugye 70-es években kezdtük el az építkezést, és 82-87 óta működik a paksi atomerőmű. Most ugye a kormány nem véletlenül döntött 2011-ben az energiastratégia meghozatalakor, hogy hosszú távon szeretné használni, alkalmazni legalább az évszázad végéig a nukleáris technológiát, és mi szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy ugyan kevés energiaforrásunk van, amire támaszkodhatunk, ami tiszta és megbízható, de ettől függetlenül a környezeti körülményeink kedvezőbbek, mint olyan országok, mint például akár Kenya, Gána, említhetném a közép-afrikai országokat, vagy a Szahara szélén levő országokat, ahol már olyan problémákkal küzdenek, hogy nincs például elegendő öntözővíz, nincs ivóvíz, ahol az atomenergetikát éppen azért szeretnék például használni, alkalmazni, hogy ivóvizet, öntözővizet biztosítsanak a élhető környezet kialakítása és az emberi lét alapfeltételének a biztosításához. Tehát higgyék el, hogy nagyon nagy az érdeklődés az atomenergetika iránt. Európában ma is minden más egyéb információ ellenére 27%-át a villamos áramnak atomerőművek állítják elő, akár csökken a számuk, akár nem. És ez egy olyan ellátás biztonságot nyújt az Európai Unió tagállamai részére, amelyet más energiaforrásokkal képtelenek lennénk biztosítani. Dr. Fazekas Sándor is szólt atomenergia nemzetgazdaságot érintő fontosságról. Egy olyan beruházásról van szó, amely azt lehet mondani, hogy több évtizedes távlatban is a legnagyobb magyar fejlesztés, a legnagyobb magyar építőberuházás, és megnyugtató az, hogy generációkra biztosítja az ország elektromos energia ellátását. Nyilván, mint minden beruházás körül, ekkörül is vannak viták, ezek gyakran inkább politikai természetűnek tekinthetőek, gyakran neki korábban támogatták, most már ellenzéki szituációban nem támogatják, hiszen 2009-ben hallottuk még a nemzeti ügyek kormánya előtt kezdődött el előkészítése, de nyilvánvaló, hogy egy ilyen beruházás évtizedes előkészítést, hosszú kivitelezés és utána több generáción keresztüli működést és termelést feltételez. Ez fontos valamennyi magyar ember számára, hiszen akkor érezhetjük biztonságban magunkat, hogyha a kellő
egyszerűen megszervezett korszerű energiaellátásot van a háttérben, lehetővé téve azt, hogy akár a lakások, a háztartások, a családok energiaellátása, akár a nemzetgazdaság energia szükségleteinek a fedezése megvalósuljon. Magyarország is kötelezettséget vállalt az üvegházhatást, így a globális felmelegedést és klímaváltozást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, a széndioxidmentes technológiák arányának növelésére. Ezen az úton az atomenergetika megkerülhetetlen tényező, mert Magyarországon a szükséges mennyiségű villamos energiát megújuló energiatermelő egységekkel csak a mezőgazdasági területek csökkentésével, az ország élhetőségének csökkenésével lehetne előállítani. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. A riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!